A művészet annyira közel áll hozzám, hogy én rajzból érettségiztem és rajzszakra készültem a főiskolára, csak Szombathelyen nem volt német rajzszak. Örös Ferenchez jártam sokáig rajzolni, azért is választottam annól Kanizsai gimnáziumot. Aztán Massi Ferencnél tanultam sokat, aztán közben sejmet festettem, üveget festettem, az egy másik technika, és egyszer csak megtaláltam ezt az üvegékszerkészítést, amiben most úgy érzem, hogy célba értem. A workshopokkal szeretném a szakmámat, a pedagógiát is egy kicsit átvinni a kézművességgel, vagy vele párosítani, és átadni ezt az élményt, ami örömet nekem okoz az üveg és az ékszerkészítés. Alapvetően az ékszerek, amik elkészültek, mindegyik fusing technika, csak különböző erősséggel zajlik a sütés tulajdonképpen. Elkezdtem különböző méretű és különböző színű ékszereket csinálni ebben a stílusban, és elneveztem Play with Me-nek, mert hogy ebben lehet játszani. Ugye a különböző színeket és a méreteket lehet egymással variálni, kettesével, hármasával, és hát a képzelet szab csak határt, hogy hányféle színkombináció létezik, és ennek hatására jött a Drazsé kollekció, ami ugyanezt gyakorlatilag csak gömbölyű vagy kör alakú medálokkal. A vörös ízás elérése után én döntöm el, hogy mennyi ideig hagyom benne az anyagot a kemencébe, és amikor látom már, hogy gömbölyödnek a szélek, illetve látom, hogy mennyire olvadtak össze a különböző rétegek, hogyha szeretném a különböző emeleteket megtartani, akkor korábban ki kell venni, ha szeretném, ha teljesen összeolvadnának a különböző rétegek, akkor tovább kell benne hagyni. Nyilván akkor jobban lekerekednek a szélek is, és itt most mindenki kipróbálhatott többfélét ezek közül. Ez a Lampwork technika elnevezésű üveggyöngykészítés, amivel most egy éve próbálkozom. Van egy úgynevezett kis lámpa, amiben PB-gázból érkezik a gáz, amit én meggyújtok, és ezt a lángot még erősítjük oxigénnel. És gyakorlatilag egy kis fémpálcát, amit egy szigetelőanyagba bemártottam és rászárítottam, hogy ne égje rá az üveg erre a rozsdamentes acélrudra. Üvegrudakat olvasztok meg, és ahogy tekerem a kis fémrudat, úgy gyönyörű kis gyöngyök alakulnak ki, amit aztán másik fajta üveggel megszínezek. Van egy vermikulit nevű anyag, ami nagyon jó hőszigetelő, azt ugye alulról melegíteni kell rezsóval, és ez gondoskodik arról, hogy a hűzőhüveg ne hűljön ki túl hamar, mert akkor megrepedne. Azt gondolom, hogy bárki, aki szeret kreatív lenni, aki azért kell egy kis kitartás is az üvegékszerkészítés, ez nem egy egyszerű szakma, de azt gondolom, hogyha valaki kitartó, annyi élményt ad. És én ezért is szerettem volna ezeket a workshopokat elkezdeni, hogy átadhassam ezt az élményt, amit én kapok az ékszerkészítés közben, hogy ahogy feltölt, ahogy energiát kapok tőle a szürke hétköznapok után, amikor még fáradtan is akár odaülök és elkészítek valamit, ami napközben eszembe jutott, akkor, mint aludtam volna 2 órát, kipihent vagyok, és energiával feltöltött. Gyakorlatilag, aki szeretne valami olyat készíteni, akár hordani, amit saját maga a két kezével hozott létre, vagy olyan ajándékot adni, ami attól különleges értékű, hogy saját készítés és saját két kezével hozta létre, én azt gondolom, a mai világban ez a legértékesebb. Mindenképpen szeretnék újabb technikákat tanulni, meg a mostaniakat tovább mélyíteni, és van egy nagy kemencém, aminek majd most szeretném kipróbálni, és ugye minden kemence más, ki kell tanulni. Egy-egy perc is, egy-egy pár fok és más produktumot eredményez, úgyhogy ez nagyon izgalmas kísérletsorozat lesz. Az élet értelme a szeretet, és az üveg szeretete, az élet szeretete, ez nekem így most ötvözözik ebben a szakmában. Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.